Jó estét kívánok, folytatjuk az aktuálissal. A Furcsa pár című darabbal kezdődött, majd a Békés megyei szimfonikusok vetettek véget az idei Csabainyának, amely 73 napon át szórakoztatta a Békés Csabai közönséget. Stúdiónk vendége ennek kapcsán Herceg Tamás. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És nézzük meg együtt közösen a szimfonikus zenekar búcsú dallamait. A Békés megyei szimfonikus zenekar koncertjével ért véget idén a Csabainyár programsorozat. A rendhagyó előadáson népszerű opera, operett és zenekari művek is felcsendültek Pitti Katalin Liszt Ferenc díjas operaénekes előadásában. A több éves múltra visszatekintő fesztivál Magyarország leghosszabb egybefüggő programsorozata. Több mint két hónap alatt összesen 94 produkciót láthattak az érdeklődők. Bent a Városházi udvaron kettő műsort is megnéztem a férjemmel és a lányommal együtt. Ami nagyon tetszett, az egyik a Szolnoki Színháznak volt az előadása, a Furcsa pár, a másik pedig a Varázslatos dallamok, a Csabai és a Gyulai kórusnak az előadásában. Nagyon szép volt. Amikor tudtunk, jöttünk, nem mondom, hogy minden este, de amikor tehettük, jöttünk, és már tavaly is, tavaly előtt is, amióta a főtér megnyílt. A program első felében a Jókai Színház előadásait nézhették meg az érdeklődők, a nyár második részében pedig a főtéren és a Csabagyöngye Kulturális Központban váltották egymást a fellépők. Ez egy sikeres program idén nyáron, mert azt a kötődést erősíti Békés Csaba felé, szeretett városunk felé, amely nélkül azt gondolom nem lehet sikeres jövőbeli város Békés Csaba. A programsorozaton több mint 12 ezeren vettek részt, amelynek méltó lezárása volt a megyei szimfonikus zenekar komoly zenei koncertje. Nos, azzal is büszkélkedhetünk, hogy ez Magyarország egyik leghosszabb egybefüggő programsorozata, amit gondolom azért nem egyszerű úgymond tető alá hozni, vagy a főtér alá hozni, vagy a Városháza udvarára behozni. Hogyan indult maga ez a történet, még 98-ban talán akkor volt az első? 3 évvel ezelőtt volt az első ilyen Csabai nyár, Főtéri nyár című rendezvénysorozat, akkor, amikor a Főtér, a Szent István tér elkészült. Egyébként pedig valóban korábban is már az elmúlt esztendőkben, sok-sok éve már nyáron valamilyen ingyenes vagy nem ingyenes műsorral, produkciókkal a Békés Csabai Művelődési Intézmények és a Városháza várta a közönséget. Ugye az, hogy minden nap, majdnem minden nap, a nyár majdnem minden időszakában történjék valami, ez az elmúlt 3 évnek a terméke, produktuma. Azelőtt ugye a Városházi esték volt a domináns szervező ereje, motorja a nyári programsorozatnak, most már ugye kibővült ez, ahogyan elhangzott, hogy itt a bejátszásban 71 néhány napon keresztül tartott az esemény sorozat, ebből 38 napon szolgáltatotta a nyár második felében a Csabagyöngye Kulturális Központ, jellemzően valóban a Szent István téren, de a katolikus, az evangélikus templomban, illetve a Körös parton a Csabagyöngye mellett, és az azt megelőző időszakban, a nyár első felében pedig a Jókai Színház által szervezett eseményeket nézhette a közönség. Ez majdnem, hogy 100 produkció. Lehet mondani, hogy a következőt már el lehet kezdeni szervezni, vagy már folyamatban is van? Ez abszolút így van, tehát már vannak olyan produkciók, amikről, ha nem is szerződtünk le, vagy amikkel kapcsolatban nem is szerződtünk, de kvázi szóbeli megegyezések vannak már föllépőkkel, koncertekkel kapcsolatban. Így van, hát ugye ez tényleg olyan hosszú eseménysorozat, hogy célszerű nagyon korán elkezdeni az előszervezés munkálatait. Ilyenkor hogyan csemegészgetnek a programokból, hogy ugye vannak mindig évről évre bevált fellépők, vagy éppen mindig próbálunk, azért gondolom mindig próbál újulni is a rendezvény, ezt hogyan kell elképzelnünk? Igen, van néhány szempont, amit figyelembe kell venni. Én most akkor hadd beszéljek csak a Csabagyöngye Kulturális Központ által szervezett műsorokról, programokról. Ugye nyilván van egy pénzügyi korlátja a történetnek, tehát hogy van egy meghatározott keret,
kifizetett összeg, aminek az elköltése lehetséges, a fölött ugye nem nagyon lehet gondolkodni. Ugye, akik jártak az elmúlt két hónapban a Szent István téren, azok tudják, hogy ingyenes műsorokról, koncertekről beszélünk, de természetesen ennek is ugye a finanszírozási alapját meg kell teremteni. Ez az egyik dolog, ami nyilvánvalóan perdöntő befolyásoló szempont, hogy miket lehet meghívni a főtérre. A másik pedig az elvárás, az az igény, hogy egy sokszínű és értékes produkció sorozattal várjuk egyrészt azokat az embereket, akik ahogy a bejátszásban is elhangzott, hogy ha tehetik, minden este eljönnek a Szent István térre. Van egy viszonylag nagy létszámú közönség, amely tényleg nagyon gyakran megfordult a főtérem. Aztán szolgáltatnunk kell azoknak is, akik egy-egy konkrét eseményre jönnek el, mert hogy úgy gondolják, hogy ez éppen akár a country zene, akár az utca zene, komoly zene, vagy a fúvós zene, vagy a mai kortárs rock zene érdekli őket, illetve hát egészen meglepő módon ezen a nyáron voltak napok, amikor szállodai szobát se lehetett már foglalni Békés Csabán, és kollégiumi férőhely se állt már rendelkezésre. Szóval szoktuk mondani... programnak, vagy nem gondolom, nem gondolom, azt talán túlzás lenne, elbizakodottság lenne azt mondani. Nyilván a program kis vonzottak ide kisebb létszámban embereket, hanem egyáltalán Békés Csaba. Szóval, hogy annak a közönségnek is, amely turistaként látogatott Békés Csabára, azt kezdtem mondani, hogy szoktuk mondani, hogy Békés Csabára nem jönnek turisták, közben azért jönnek. Tehát a vendégészakák száma az emelkedést mutat, hogyha azoknak is szolgáltatunk valamilyen kulturális csemegét, akik itt vannak Békés Csabán is, és egyszerűen csak részesei tudnak lenni egy nyáresti ilyen kellemes kikapcsolódásnak, akkor szerintem pozitívabb képpel hagyják el a várost, és lehet, hogy jövőre részben emiatt is újra visszajönnek. Ugye rengeteg program, ki lehet ebből emelni, aminek igazán nagy sikere volt nézőszámot tekintve, gondolom azért ja. Több is volt ilyen, de ami mondjuk esetleg számítottak is rá, és be is váltotta a hozzáfűzött reményeket. Igen, én nem szívesen szoktam kiemelni egy ilyen programsorból eseményeket, de hogyha mondjuk az egyik szempont az a látogatottság, akkor könnyűszerrel megtehetjük ezt. Ugye augusztus 20-án majdnem azt lehet mondani, hogy soha nem látott létszámú közönség volt a téren. Ugye akkor, amikor az István a király volt itt a Szent István téren, a bemutatója volt a Szent István téren, akkor nagyon sokan voltak itt, de rockkoncerten, augusztus 20-ai rockkoncerten talán soha nem voltak ennyien. Nagyon nehéz létszámot becsülni, többen próbáljuk ezt megtenni augusztus 20-a kapcsán. Úgy néz ki, hogy egy 11-12 ezer főnyi közönség volt csak ezen a napon. Ezeket hogyan lehet egyébként bemérni? Környékén. Így van, erre vannak módszerek, hogy az emberek sűrűsége egy adott négyzetméteren, ugye, illetve egy adott területen, és aztán tudjuk, hogy a tűzijáték időszakában mondjuk a korzótértől van a körös... Van, így van, meg erre jó, van, mondom, fontos, van technológia, gondolom, van ennek miatt, hát egyrészt igen, másrészt pedig ezt az egész országban szokták mérni, hiszen ugye a budapesti tűzijáték látogatói létszámát is, vagy néző létszámát megbecsülik, de ugyanúgy Pécsen, Győrben, Debrecenben, mindenütt valamiféle száma, meg akkor, hogyha valamilyen demonstráció van, hogy hányan vettek részt ezen. Tehát itt az, hogy bizonyos négyzetméternyi felületen milyen sűrűséggel vannak az emberek, aztán, hogy a külsőbb részei vannak annak a térnek, ahol vannak az emberek, ott hogyan fogy a nép, így számolják ki nagyjából. Tehát mondom ezt a létszámot, aztán nem akarok itt számháborút játszani, ugye, de körülbelül a kisebb létszámokat könnyebb számolni, úgy látjuk, hogy egy 12 ezer fő vett részt a további, mondjuk azt, hogy 37 nap, mert 38 napon keresztül szolgáltattunk mi, a további 37 nap eseményein. Ugye az Illés Lajos emlékzenekar koncertjét közel ezren látták a Szent István téren, az Anna and the Barbies koncert az egy roppant sikeres buli volt, az is egy 6-700 fős közönség előtt zajlott, a Zenitnek az a napja, amikor a Vasutas koncert fúvó zenekar fújt, 6-700 fős tömeget vonzott, és hát számos olyan esemény volt, ami egy 4-500 fős közönség előtt ment. A kisebb események is egy 80-100 fős látogatottsággal bírtak. Én azt hiszem, hogy ez valóban
sikerként könyvelhető el. Azon kívül, hogy akik eljönnek el ezekre a programokra, egy igen sokszínű kulturális palettából merítkezhetnek, töltekezhetnek, a közösségre milyen hatással van egy-egy ilyen rendezvény? Mert ugye valaki elmegy mondjuk pont egy rock koncertre, éppen arra sétál, megáll és belekóstol ennek a hangulatába. Mi a közösségi életre egy ilyen városközpontban megrendezett rendezvény milyen hatással van, lehet? Igen, igen. Attól függ, hogy mit értünk közösségnek, ugye hogyan defináljuk ezt a kifejezést. Hogyha egy város közösségről beszélünk, akkor én azt mondom, hogy ennek pozitív hozadéka van, bár gyorsan meg kell jegyezni, hogy azért nagy-nagy köszönet jár azoknak, akik a Szent István téren laknak. Ugye? Talán vannak, akik emlékeznek, hogy amikor indult 3 évvel ezelőtt ez a Csabai nyáros, Főtéri nyáros programsorozat, akkor a katolikus templom felőli oldalon állt a színpad. Az ott lakók, részben az ott lakók nagy hangerő miatti tiltakozása miatt került át a főtérnek a Bartók Béla út felőli oldalára, és bizony voltak koncertek, amikor az ott lakókat ez zavarta. Mindenképpen köszönet illeti őket, hogy türelemmel viselték ezt. Erre oda kell figyelnünk, ugye, hogy a lakók, a lakóközösségnek a komfortérzetét ne zavarjuk az elfogadható mértéken túlmenően. De mondom, önmagában az, hogy van a városnak egy pontja, ahol le lehet ülni, nem föltétlenül a műanyag székekre, amik kifejezetten a koncert miatt vannak ott, hanem a padokra le lehet ülni, a virágágyások szélére le lehet ülni, kólázni, kávézni, fröccsözni lehet, és közben részben műsort nézni, hallgatni, részben beszélgetni. Ez a településnek a mikroklímáját biztosan javítja, és a komfortérzetét azoknak, akik arra fogékonyak, hogy így esténként eljöjjenek ide a Szent István térre, és itt részben találkozzanak az ismerősökkel, barátokkal, részben beszélgessenek, részben pedig műsort, koncertet nézzenek, hallgassanak. Tudom, hogy nem könnyű, hogyha az idei évet egy gondolatmenettel le lehetne zárni, akkor mi lenne az, milyen tanulság volt az idei évből, milyen pozitívumok, negatívumok, mit lehet összegezni? Igen. Érdekes kérdés például, hogy augusztus 20-a. Korábban volt, amikor nem egy színpadon dolgoztunk, mármint hogy a Csaba Gyöngye Kulturális Központ, illetve a Jókai Színház, hanem 2 olyan is volt, amikor 3 színpadon. Ugye. Az, hogy 20-án folyamatosan szolgáltassunk a gyermekfoglalkoztatáson, a vendéglátáson kívül, ugye ne legyen megállás tulajdonképpen, itt az átállások, a hangolások, a hangtechnika belövése, fénytechnika kipróbálása, az hosszú időt vesz igénybe. Szóval lehet, hogy érdemes a 2 színpados megoldásra visszatérni. Például ezen mindenképpen érdemes gondolkodni. Az, hogy ide kerültek a programok, jó részt ugye a Zenit az most már 3 éve a főtéren találta meg a helyét, az egy jó dolog, és ez követendő. Mindenképpen fontos, hogy színes legyen a program, ami is egyébként a Szent István tér mást is elbír emellett. Ugye a sporthétfők rendre megrendezésre kerültek, attól függetlenül, hogy este más programok is voltak. Tehát az is egy tanulság, hogy egyéb eseményekre is nyitottnak kell maradnia a térnek a továbbiakban is, és hát egy valóban színes csokorral kell a látogatóknak kedveskednünk. És majd ez így lesz jövőre, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. És hát majd mi is várjuk a következő évi folytatást, nem csak a meleg miatt, mert ugye a nyárnak is vége van, a Csabai nyárnak is vége van, hanem a legújabb izgalmas programok miatt. Addig is a 7.tv műsorát nézzék bátran, viszontlátásra!